jelentések, de egy kicsit magamhoz szeretném ragadni a szót, mert ilyen beszélhetnékem van, mert állítólag olyan vagyok, mint a házi állat, vagy házi gazda, tehát valamelyik, inkább a gazda, azt hiszem. És az a feladatom van, hogy egy kicsit közelebb hozzuk azt a Francesca Provisionátot, akit egyébként senki nem ismer, még itt sosem járt, és hát úgy tűnik, hogy utolsó magyarországi hangversenye az szereplése az, ami ma történik, mert hiszen hazaköltözik a hazájába, Olaszországba, Modenába, ahol született. A koncert címét népszerű dalok, kötőjellel a népszerű, mert olyan zene lesz, ami olyan, mintha népzene lenne, de nem az, de népszerű lesz majd, amikor már elhangzik. Szeretném azt is elmondani, hogy ez a mai összejövetelünk az utolsó ebben az évadban. Tudom, hogy kicsit sok volt, kicsit sűrű, jó, megyünk Olaszországba, kicsit sűrű volt, gondolom, hogy ez mindenkinek föltűnt, de azt tudom mondani, hogy minden baj nélkül megcsináltuk ezt az évadot. Ez alatt értem azt is, hogy teljesen stabilan állunk a lábunkon, ami egy mai világban nem egy rossz hír, és hát már nyilvánvalóan nyáron elkezdjük tervezni a következő félévi programot. Úgyhogy ezzel a koncerttel szeretnénk kedveskedni minden kedves klubtagunknak. Az est fellépő művészei, kivételes tehetségű Francesca Provisionato, olasz énekesnő, valamint zongorakísérője Böszörményi Judit, mindketten a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának elismert tanárai. Először is bemutatnám önöknek a ma est két főszereplőjét. Ha azt mondom önöknek, hogy Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pavarotti, Mirella, Freni, Lambrusco vagy Balzsamecet, akkor egy olasz városra szeretnék utalni. Modenára. E város születte Francia Provisionato is, Francesca Provisionato is, aki nem csupán kivételes tehetséggel megáldott operaénekesnő, hanem a magánénektanszékünk oktatója is. Hosszú életrajzból próbáltam rövidíteni, de az ott van, úgy kezdődik, hogy már kislány korában magával ragadta a zene, amelyhez nagyban hozzájárult nagybátyja, Francesco Siciliani, aki a Milánói La Scala igazgatójaként többek között Luciano Pavarottit és Maria Callast is felfedezte. Ebben a környezetben szívta magába igen korán a zenét. Ez mi volt? Bocsánat. És nagy hatással volt rá, hogy több ízben találkozott nagybátyja barátjával, Leonard Bernsteinnel is, Francesca a világ számos neves opera színpadán megfordult már, ünnepelt operasztár Milánóban, Rómában, Párizsban, Lyonban, Zürichben, Münchenben, Frankfurtban, Debrecenben, a Csokonai Színházban és a Kölcsei Központban is. Meg a Liszteremben is. Na. Közel 20 opera CD-t készített, és a világ legnevesebb karmestereivel dolgozott, mint Nicolas Arnoncourt, Riccardo Muti, vagy René Jacobs, de állt színpadon Ramon Vargas, Jonas Kaufmann, Cecilia Bartoli, Rost Andrea és a júniusban Debrecenben a Kodály Filharmonia sztárvendégeként fellépő José Cura partnereként is. Fellépései során mind a zenei, mind énektechnikai, mind szerepformálásai miatt elismerést kapott az úgy a közönségtől, mint a kritikusoktól. Ez elég fontos, hogy a kritikusoktól is. Hadd említsem itt meg Dominik Meyert, a Milánói Scala Operaház művészeti igazgatóját, aki az Opera International egyik interjújában a két legjobb olasz mezzoszoprán egyikeként említette őt. Tehát, ha legközelebb ezeket hallják, hogy Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pavarotti, Lambrusco vagy Balzsamecet, jusson eszükbe Francesca Provisionato is. A zongorán közreműködő művésznőnk Böszörményi Judit szintén a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának egyik meghatározó alakja, főiskolai adjunktusa, zongora kötelező tárgy tanára, aki kiváló zongora kísérőként és korrepetitőrként adja át tudását a hallgatóknak, valamint virtuóz játék a zenei érzékenysége és stílus ismerete által tökéletes kamarazenei partnere Francescának. Zongora kísérőként hazai és nemzetközi versenyek, fesztiválok, intenzív mesterkurzusok, rádiós zenei versenyek résztvevője, hangversenyezett a nagy világszerte ismert Hadadi Lászlóval, Óva művésszel és Kis Józseffel, Matúz István fúvolaművésszel és Mohos Nagy Éva énekművésszel, akit szeretettel köszöntünk.
Kortárs szerzők műveiből CD felvételt készített Újvárosi Andrea énekművésszel 2000-ben, több rádiós hangversenyen működött közre a Magyar Rádió Márványtermében, a 6-os és a 22-es stúdióban. Az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémia kurzusainak és hangversenyeinek, valamint az évente megrendezendő Simándi József énekverseny állandó résztvevője Szegeden. Spanyol zenével indul a hangverseny. Manuel de Falla az, akinek darabját fogjuk hallani. Népszerű spanyol dallamok címmel. Az 1914-ben írt 7 népszerű spanyol dal, amely több mint 100 évvel ezelőtt, 1915 februárjában hangzott el először Madridban. Róla, ezekről a művekről azt írták, hogy egy népszerű dalban a szellem fontosabb, mint a betű, a ritmus, a modor és a dallam a fő, amit dallamvonal folyamatos átalakulásával a népzene is bizonyít. De van még ennél is több, a ritmikus vagy harmonikus kíséret legalább olyan fontos, mint maga a dal. Ezért ehhez közvetlenül a néptől kell inspirációt merítenünk, mintha Bartók beszélt volna, vagy éppen Kodály. A most elhangzó 7 dalban valójában jellemzően andalusz tematikus dallamok váltakoznak, és Spanyolország különböző részeiből származnak. Mindegyik dal a szerelemmel, hát mivel is, vagy az udvarlással foglalkozik, hol játékosan, hol komolyan, hol tragikusan. Tehát következzék Manuel de Falla 7 népszerű dal, népszerű spanyol dal című dalciklusa. A színpadunkon, ami hát egy nagy színpad, látják, Francesca Provisionato és Beszörményi Judit. Una mancia
következőkben két dalciklus fog elhangozni. Két jól ismert zeneszerző művei következnek. Az egyikük François Poulenc, másikuk pedig Erik Satie. A századforduló jól ismert zeneszerzői. Azért azt érdemes, ha majd meghalljuk a műveket, elgondolni, hogy a romantika már elmúlóban van, a modern 20. századi zene még születőben van, és ez egy egészen érdekes keveréke ennek a korszaknak, tehát nagyon speciális hangulata van. Hát az első, ami Poulencnak a dalciklusa, az az állatokról szól például. A dromedár, a kecske, a szöcske, a delfin, a rák és a ponty, aki megjegyezte, majd kérem vissza a sorba. De nem nagyon tudom, hogy milyen logika alapján csoportosította a szerző, mert én a biológiai tanulmányaim alapján sehogy nem találok. De hát ez, a művészetnek ez az igazi szépsége. 1920. május 9-én adták elő, és a kritikus írja, hogy 3 órakor Poulenc Le Bestiaire című művét, tehát az Állatok című művét, az elit közönség tagjai jól fogadták, bár egyesek úgy ítélték meg, mint egy könnyű, komolytalan darabot. Azonban a felszín alatt érezhettük a zenemű komolyságát. A külső könnyedség ellenére pont az a bizonyos mélység tükröződött vissza, hogy mit jelent a franciaság a mai zene számára. Poulenc darabjaiban volt egy üdítően elragadó újdonság is, amely pont ezeken az egyszerű dallamokon kimunkált töredékeken keresztül demonstrálta a franciaságot. Egyébként Poulenc humoráról is jól ismert, dalciklusban hol nosztalgikus, hol pásztorhangulatot idéz, hol vidáman és lendületesen megdöbbentő kontrasztos helyenként komikus előadásban, de mégsem vicces, viszont mindig feltűnik zeneszerzői könnyedsége és tisztasága. Erik Satie élete és művészete egyaránt különleges és különös volt. 1866-ban született Normandiában, azonban a párizsi művész világ szívében élt, és alkotott egészen haláláig, 1925-ig. Zenéje ötvözte a romantikus, impressionista és modern elemeket. Zenei stílusa gyakran minimalista volt, előrevetítve a későbbi avantgárd mozgalmakat. Ő volt az, aki először alkalmazta a háttérzene kifejezést, amely egyfajta új fogalmat jelentett, olyan zenei darabokra utalva, amelyek nem igényelnek intenzív figyelmet, hanem inkább a környezet atmoszféráját szolgálják. Mai esténk során egy másik oldalát is megismerhetjük Satie-nak, a most felcsendülő 3 dal. Ezek a darabok a minimalista stílus mellett az érzelmek, a líra gazdag világát tárják elénk, megmutatva Satie sokoldalúságát és zenei gazdagságát. A bronzszobor, a Dafineo, és a Le Chapelier címet kapta. Sokat lehetne beszélni róla, de kevesebbet kéne, mert a zene sokkal fontosabb. Tehát következő 2 dalciklus, Poulenc Állatok és Satie 3 melódia című művet. Köszönöm.
Képzeletbeli térképen. Képzeletbeli térképen Spanyolországból indultunk, Franciaországban voltunk az imént, megint délre megyünk, Olaszországba. Lee G. Barrow, a bolognai zeneszerzőre leginkább odafigyelő tudós szavaival élve, Ottorino Respighi, kétségtelenül a legismertebb és legtöbbet előadott olasz zeneszerző Puccini óta, valamint Antonio Vivaldi után a legkiválóbb olasz zeneszerző, aki nem szigorúan operai. Ottorino Respighi a 19. század végi olasz zenei környezetben a modern kamara éneklés kompozíciói felé fordult, és ezzel megalapozta az olasz zene sokrétű virágzását. Respighi a középkortól kezdődően az olasz éneklés hagyományának tanulmányozását és újjáélesztését tűzte ki céljául, valamint a költői tartalomhoz szorosan kötődő zenei kifejezésmód előnyben részesítésével foglalkozott. Művei egyfajta énekelt olvasmánynak tekinthetők, amelyek döntően hozzájárulnak ahhoz, hogy a költészet és a dal kapcsolata új formában jelenjen meg. A következőkben tehát most Francesca olaszul fog énekelni a darab, amelyet hallhatunk, az pedig Respighi, az a magyarul három dal Ada Negri verseire.
egy olyan név hangzik most föl, vagy el, akit talán nagyon sokan nem ismernek még. Erich Wolfgang Korngold nevű ember, aki hát nem Beethovenként ismerünk, meg nem Mozartként, hanem hát Korngoldként ismerünk, elég nehéz kimondani, de 1897-ben született az akkori osztrák-magyar monarchia területén található Brünn, azaz ma Brno városában. Édesapja dr. Julius Korngold a kor legnevesebb zenekritikusaként már munkája révén is predesztinálta fiát a zenészi karrierre. A fiatal Erichet többek között Mahler, Puccini és Richard Strauss is ritka géniusnak nevezte. 13 évesen már Ferenc József előtt mutatták be a Hóember című balettjét. Szenvedélyesen érdeklődött a Strauss dinasztia munkássága iránt is, olyannyira, hogy a család történetéből egy operettet is komponált. Bécsi keringők címmel, amelyből Alfred Hitchcock készített filmadaptációt 1935-ben. Hollywoodi filmzeneszerzői karrierjének indulásában Korngold legnagyobb segítsége Max Reinhardt rendező volt, aki eredetileg a Warner Bros. Társaság meghívására utazott Hollywoodba, hogy ott elkészítse a Szent Iván éjjel álom nagyszabású filmváltozatát. Ebben a munkában vonta be Reinhardt Korngoldot, ahol feladta jó részt a Mendelssohn-féle Szent Iván éjjel álom témáinak adaptációjára korlátozódott feladata, és ezzel megalapozta a hollywoodi zeneszerzői, filmzeneszerzői karrierjét, lefektetve a filmzenei komponálás alapjait is, melyet később a magyar származású Rózsa Miklós tökéletesített. A most elhangzó Korngold mű címében már Shakespearehez kapcsolódik. A Four Shakespeare Songs szövegének Korngold az Otellóból, az Ahogy tetszikből és a Lír királyból ragadott ki részleteket. Az első dal címe Desdemona éneke, vagy dala, Under the Greenwood Tree, a zöld fa alatt, a második, a harmadik a fúj, 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 te téli szél, és a negyedik az pedig, amikor a madarak énekelnek. Ez természetesen az utolsó a szerelem boldogságáról szól. Hát miről szólhatna? Thank you.
műsor záró részében spanyol, illetve, bocsánat, rosszat mondtam, katalán zeneszerző következik, Xavier Montsalvas, az 1936-39-es spanyol polgárháború után a Karib-tenger térség zenéje felé fordította a figyelmét. A most felcsendülő 1945-ben született Öt fekete dal című ciklus Mercedes Plantada katalán szoprán énekesnő megbízásából készült. Műveiben kitűnően megmutatkozik, hogyan értelmezte a zeneszerző a spanyol gyarmati kisebbségek elfojtott hangjait. Mind az öt vers az identitás témáival foglalkozik faji, etnikai és nemi szempontból. Másodszor ellenállva tanárai Wagneri preferenciáinak, Montsalvas megalkotta az antillanismo nevű zenei stílust, ötvözve a kubai táncritmusokat, a spanyol énekstílusokat és az őslakos afro-kubai zenei formákat. Spanyol népdallal kezdődik a dalciklus, és amelynek címe a Cuba Dentro de un Piano, a második dal pedig Puerto del Habanera, azt hiszem, hogy ennek a címéből jól érthető, hogy hát habaneráról lesz benne szó. A következő sever, ami az antillák szókincsében valamiféle elegáns gengsztert jelent, hasonló, mint a franciában a Chevalier. A következő dal Canción de Cuna para dormir un negrito, egy kis fekete fiú altató dala, és a dalciklus utolsó műve a Canto Negro, a fekete dal, a mű végén ennek a címe ellenére örömteli dal, mert hát fekete a személy, akiről szól, egy harsány ritmusú, tipikus kubai rumba, ami ezzel a dinamikus eufóriával kombinálva az énekes ragyogásával fejezi be a darabot. Búcsúzóval a koncert végére hangozzék el egy idézet Szabó Lőrinc fordításában a Velencei Karmárból. Mert nincs oly dühös, nyers és bamba lény, hogy át ne formálná kissé a zene. Az az ember, akiben nincsen zene, és akire édes összhang sose hat, gyanús, hogy megcsal, kirabol, elárul. Lelke mozgása nehéz, mint az éj, érzése sötét, mint az Erebus. Ilyennek ne higgy. Hallgasd a zenét.
Thank you.
Hát az én
bocsánat. Mindenképpen kiáll ennyi munkat.